Az NSZP országgyűlési politikus, a Mester Rázi Attila következő vendég itt az Egyenes Beszédben. Jó estét kívánok! Jó estét, volt kíván. Egy költségvetési bizottsági ülés, Szták Miklós minisztert volt szerencséjük meghallgatni és megtudni tőle, hogy a vizes VB költségvetés, hát az tulajdonképpen rendben van, 2 milliárd forint egy ilyen beruházásnál ide-oda az szinte semmi. Ebben igaza lenne, hiszen 170 milliárdról beszélünk. De hogy jött ez ki? Igazából sok mindent nem tudtunk meg Szták Miklóstól, mert a legtöbb válasz az azzal kezdődött, hogy ezt most nem tudja megmondani. A vizes VB-nél egy szemantikai problémára hívta fel a figyelmemet, mert szerintük ezeket nem kell belesorolni a vizes VB szervezési költségébe. Igaz, hogy azért csinálták meg, mert ott is akkor szervezték a vizes VB-t, de mégis ők úgy gondolják, hogy ezeket amúgy is megcsinálták volna, ezért ezeket nem kell beszámolni a költségvetésbe. És ami még érdekes volt, én arra is rákérdeztem, hogy mikor tudjuk akkor megmondani a végső árat, tehát hogy mennyibe került ez az adófizetőknek. Erre azt mondta Szták úr, hogy ez akár évekbe is kerülhet, amire pontos számot tud mondani, hiszen még olyan elszámolások zajlanak, amelyek amíg le nem zárulnak, addig ők nem tudnak mondani egy pontos végszámot, ami egészen vicces. És ugye hát az is vicces, hogy a parlament elé, amikor először bekerült ennek a vizes VB-nek a megrendezés, akkor 25 milliárd forintos költségvetési kerettel érkezett, aztán az egy hónapon belül megduplázódott, és azóta más se történik, úgy azért fogalmaztam így a bizottságülésen, hogy ez egy kicsit olyan ez a vizes VB költségvetése, mint Rogán Antal lakás, amelyik mindig egy-egy négyzetméterrel bővült. Tehát magyarul egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják, szerintem inkább ez az igazság, nem akarják konkrétan megmondani, hogy mennyi pénzt emésztett föl ez a vizes világbajnokság. És bocsánat, itt nem arról van szó, hogy ez sikeres volt, hogy milyen volt a megítélése nemzetközileg. Ezzel nem vitatkozik senki se, hiszen ez egy hál' Istennek egy magyar szempontból is sikeres, és a szervezés szempontjából is sikeres sportesemény volt. Na de hát az egy jogos elvárás, hogy legalább akkor mondják meg, hogy ez mennyibe került a magyar adófizetőknek, hiszen a cechet az adófizetők állták. Ezek olyan tételek, amikre azt mondják, hogy úgyis meg lett volna, mint mondjuk a kis híd a Murvás autóparkolóban, amit azóta se használ senki, mert nincs rá szükség, hisz nincs VB, vagy mondjuk az alsórakpart felújítása, letérkövezése? Igen, vagy mondjuk egy mélygarázs Balatonfüreden, tehát, hogy mondjam, én inkább azt mondom, hogy hülyének nézik az embereket, hiszen teljesen világos, hogy sem ezek a beruházások, sem más beruházás nem valósult volna meg a következő 4-5 évben egészen biztosan. De még hogyha meg is valósulnak később, akkor is ide kellene beszámolni, hiszen hát ehhez a beruházáshoz kötötten csinálták meg. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk más városba is szívesen vennék az ott élők, hogyha lenne ott is egy úszoda. De érdekes módon az nem kerül megépítésre. Például Veszprémbe a miniszterelnök ígért egy úszodát, ez most már több mint egy éve történt, annak még az első kapavágása sem történt meg. Tehát ilyen értelemben igenis ezeket a költségeket ide kell számolni, és az a világos, és látható, hogy a 25 milliárdból a végén, még úgy, hogy nincs befejezve az elszámolás, 170 milliárd forint fölött tart a mostani költségvetési elszámolás. Ki fogja húzni a gyufát? Tálai András azt mondta tegnap, hogy alpári hangnemet ütött. Igen, hát csak azért, mert a pénzekkel. Igen, azt mondtam, hogy lopnak. Hát, na igen. Tehát ott is a pénzekkel volt ez a baja. Így van. De ott konkrétan mire gondolt? Általában mondta, hogy lopnak, vagy egy konkrét tételről beszélt? Igen, mert arról beszéltek, hogy hát itt ők tulajdonképpen kritizálták a korábbi kormányokat, hogy mi csak ehhez értünk, ahhoz értünk, és csak beszélni tudunk, és akkor erre mondtam, hogy ugye ott ült Matolcsi is az MNB elnöke a terembe, és hát mindig azt mondogatta, talán emlékszik rá, hogy a közpénz elveszti közpénz jellegét akkor, hogyha az alapítványokhoz kerül, és hát erre mondtam azt, hogy a Fidesz ahhoz ért, hogy hogyan veszti el a közpénz jellegét az ő zsebükben, nemes egyszerűséggel ők abban értenek, vagy ahhoz értenek leginkább, hogy ellopják a közpénzt, és különböző haveroknak adják ezt oda ilyen-olyan csatornákon keresztül. A költségvetési bizottság elnöke, feltételezem, hogy ért a pénzügyekhez, gazdasági folyamatokhoz. Benne van az MSZP gazdasági program alkotó csapatában is? Most ebben konkrétan nem, hiszen ezt egy külső szakértői kör írta meg. Én egy-két más külpolitikai és egyéb más kabinetekben vettem részt. Na azért kérdem, itt ült el a Dávid Ferenc. És ő azt mondta, hogy ő megnézegette a különböző ellenzéki pártok programjait, és hát talált jó programot, meg nagyon jó programot, a tartalmában kevésbé volt kiegyezve, mint azzal, hogy mennyire részletes és mennyire tartalmas az anyag. De az MSZP nem ilyen, mert azok lózungok, és nincs kidolgozva, illetve most azt se lehet tudni, hogy amit Botka László mondott Hajdanában, az mennyire érvényes jelen pillanatban. Ön erről mit gondol, vagy mit tud? Én azt gondolom, hogy az MSZP-nek
az a program iránya, amit Botka László meghatározott egy jó pár hónappal ezelőtt, azért nem volt egy új irány, de helyes irány volt. Ez a Tegyünk Igazságot program tulajdonképpen, ami arról szól, hogy Magyarország tele van igazságtalanságuk, az oktatás, egészségügy, vagy éppen a gazdaság területén a kis- és középvállalkozók tekintetében, vagy a tulajdon szentsége szempontjából, hiszen napi szinten vesznek el akár komplett cégeket, vagy félemlítenek meg szektorokat különböző törvényhozási ijesztgetésekkel a mostani kormányban levők. Tehát ezeken mindenféleképpen változtatni kell, és erről szól az MSZP-nek a programja. Valószínűleg azt, amit Dávid úr olvasott, az ennek egy összefoglalója, hiszen ezek mögött, a rövidített verziók mögött több száz oldalas anyagok állnak. Erről egyébként mindig folyik a politikában egy vita, hogy mi a jó, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, szlogenszerűvé tesszük, és ezért könnyebben fogyaszthatóak ezek az üzenetek, vagy hogyha nagyon részletesen, nagyon sok oldalba próbáljuk eladni. Én bevallom őszintén, az első pártján vagyok, tehát az a helyes és jó, hogyha könnyebben érthető módon fogalmazunk. Jó, de egy szlogen mögött legyen, tartalom. És pont ezt akartam mondani, és hogy amögött kellene, hogy ott legyenek azok a 100 vagy akár 1000 oldalak, attól függ, hogy milyen kérdésről van szó, amivel tulajdonképpen tudjuk azt mutatni, és az inkább a szakértőknek szól értelmszerűen. Most nem a párt elnökségének tagja hivatalos. Nem. De úgy hírlik, hogy meghívottként rendszeresen ott van az elnökségi üléseken. Van dolga konkrétan? Ma volt a második alkalom. Hát akkor igen, az már rendszeres. Igen, az már rendszeres, mert egyszer múlt héten már voltam, így van. De van dolga konkrétan? Tehát meghívott csak azért, hogy legyen még egy ember ott, vagy azért, mert akire lesz szükség van, ezért meg ezért. Lenga Ildikó és jó magam vagyunk meghívva, mint volt elnökök az elnökség üléseire. Nézze, azzal próbálunk segíteni, én is és Lendva Ildikó is, amit a módban mi már megtapasztaltunk, ez vonatkozik akár a tárgyalások menetére, hiszen most tárgyalunk a demokratikus koalícióval. Ön is úgy tudja, hogy nincs még megállapodás, ugye? Igen, én szerintem az a helyes mondás, és nem is mondott ebben az MSZP egyébként mást, hogy letettünk az asztalra egy világos és egyértelmű és konkrét javaslatot, ami az én ismereteim szerint megfelel a DK által megfogalmazott. Ez a 60-40? Igen, de van még benne más olyan feltétel, ami ott elhangzott. Én úgy tudom, hogy ez a javaslat, ez megfelel ezeknek az általános feltételeknek. Tehát ez egy jó kompromisszumos javaslat lehet, és természetesen a tárgyalások során ilyenkor a partner elmondja erről majd a véleményét, hogy mi az, amit teljesen el tud fogadni, mi az, amiben kér módosítás, esetleg mi az, amivel nem ért egyet. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan javaslat már, amiről akár 48 órán belül is meg lehet állapodni, de az tény és való, és ezt egyetlen ember sem állította a tárgyaló delegáció tagjai közül, hogy megállapodás van már a DK-val. Annyit viszont lehet állítani, hogy én a DK-sok részéről is azt hallom, és az MSZP-sek részéről is azt hallom, hogy jól haladnak ezek a tárgyalások. Az MSZP az a párt, amely képes saját magát hátba szorni, ami egyébként is egy biológiai bravúr. Itt van Belez Árpád level, ami hát nyílt levéllé vált, gondolom jól ismeri. Belez Árpádot is, hiszen a párt igazgatója volt. Egyet ért vele? Én azt gondolom, hogy sokféle véleményt meg lehet fogalmazni. Ezek a vélemények akkor jók, hogyha ezeket azért zárt fórumokon tesszük. Tehát most éppen legutóbb volt egy választmányülés. De valahogy ez az MSZP-ben nem gyakorlat. Igen, ezzel most nem akarnak tagadni. Tehát nem tudom önnek azt mondani, hogy mi egy nagyon fegyelmezett párt vagyunk a szavazóinknak a legnagyobb bánatára, hiszen ők sokkal több fegyelmezettséget várnak el. Tény is való, hogy az MSZP mindig erről volt talán nevezetes, ha szabad így fogalmaznom, hogy sok minden látszik a belső vitákból. Én szerintem akkor helyes, hogyha van kritika, az helyes és jó, hiszen abból lehet épülni egy kritikából, hogyha azokat belül igaza van Belez Árpádnak? Ő ugye azt mondta, hogy össze-vissza kommunikált, zűrzavaros, széteső párt az MSZP, és akkor a legfinomabb jelzőket használom a leveléből. Igen, én azért nem szeretném ezt nagyon kommentálni ennél jobban, hiszen akkor én magam gördíteném tovább azt a médiában zajló sok esetben, amire ön is hivatkozott vitát, ami nem segíti az MSZP-nek a munkáját. Én azt tanultam meg pártelnökként korábban, hogy az MSZP mindig akkor tudott növekedni, tehát akkor tudott választókat megszólítani, hogyha kifelé beszélt, és nem a saját belső problémáiról beszélt. Ha voltak is belső viták, akkor ezeket akkor kezeltük helyesen és jól, hogy ezeket belül tudtuk tartani. De érdekes, mert nem azt mondja, hogy ez úgy butasága, hogy van, amit Velez Árpád leírt, hanem hogy ne nyilvánosan beszéljük meg. Én azt szeretném
mondani, hogy sokféle vélemény lehet, sokféle szemszögből különbözőképpen láttunk egy adott politikai szituációt. Én ehhez pártelnökként hozzá voltam szokva, hogy még ami számomra nagyon egyértelmű és nagyon helyes útnak tűnt, az is esetleg más valaki számára egy elképesztően rossz stratégiának tűnhetett. Tehát ezért ebben sokkal megértőbb vagyok, amikor valaki kritikát fogalmaz meg. Csak a kritikának is megvan a helye, hogyha valaki ezt így látja, akkor ezt érdemes egy frakciülésen, vagy egy akár egy válaszmányülés keretében megvitatni. És aki meg leír egy ilyen levelet, azt meg ha MSZP-s politikus, akkor sajnos tudnia kell, hogy ez könnyen nyilvánosságra kerülhet még a legjobb szándék ellenére is, vagy az akarata ellenére is. Tehát én csak pusztán annyit mondok, mindenkinek joga van kritikát megfogalmazni, az helyes is, csak ezt úgy tegyük, hogy ne romboljuk az MSZP-nek a választási esélyeit. Értem, köszönöm. Én köszönöm.